Fonyódon pár napig kolbászból volt a kerítés. 2,5 milliárd forint felett az ötös lottó eheti várható főnyereménye. A Szerencse Szombat februári sztár vendége Újvári Zoltán. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. A napokban Fonyódra utaztunk, hogy részt vegyünk a 10. alkalommal megrendezett Fonyódi Kolbász Fesztiválon, ahol nem csupán a kolbászokat kóstoltuk meg, hanem megnéztük a belőlük készült műalkotásokat is. Természetesen ma is fogunk játszani két szerencséssel, akik megnyerhetik a kezemben látható összes sorsegycsomagot, feltéve, hogyha tudják a válasz Géza kérdéseire. Játszanak velünk önök is, figyeljék a szerencse szóbetűit a képernyő jobb felső sarkában. Kezdjünk! Első játékosunk, Ágnes, üdvözlöm! Jó napot Egy kívánok! Egy tős gyökeres Fonyódival van dolgunk, Ágnes személyben, igaz? Itt Így van, itt születtem, itt jártam iskolába, aztán elkerültem, és hazajöttem. De akkor menni fognak szerintem a Fonyóddal kapcsolatos kérdések? Remélem. Lili, mondd el a szabályokat Ágnesnek. Géza 5 kérdést tesz fel önnek 50 másodperc alatt. Minden helyes válasz egy ilyen sorsjegycsomagot ér. Hogyha passzolna, akkor a kérdéssor végén még visszatérhetünk a passzolt kérdésre, persze, hogyha erre még marad idő. Érthetőek a szabályok. Lili, indítsd az órát. Indítom. Idén hanyadik alkalommal rendezték meg a Fonyódi Kolbász Fesztivált? 9. vagy 10. alkalommal? 10. Egy jó válasz. A szerelmesek vagy a házasok napját tartjuk február 14-én? Szerelmesek. Két jó válasz. A Szerencse Szombat februári sztár vendége Újvári Zoltán melyik együttes frontembere? A New Level Empire vagy a Kelemen Kabátban nevű zenekaré? Talán az első. Első New Level Empire. Hány árbócú hajó látható Fonyód címerében? Egy vagy kettő? Hát kettő. Két árbócú. Négy jó válasz. Mondjon legalább két olyan összetevőt, amire biztosan szükség van a kolbász elkészítéséhez. Hát alapvetően a hús, piros paprika. Tökéletes. És akkor lehet ízlés szerint még fokozni a dolgot, de húsra, és mi volt a másik, amit tetszett? Paprika, de erre biztos, hogy szükség van. Öt jó válasza volt, ráadásul most új sorsjegycsomagunk van. Sok szerencsét a nyereményéhez. Köszönöm. Gratulálunk. A játék után lássuk az elmúlt hét nap nyeremény híreit. Az ötös lotton 101 darab négyes volt. Ez a nyertesek számára fejenként 700.340 forintot jelent. A hatos lotton a 37 darab öttalálatos tulajdonosai több mint 483.000 forintot vihetnek haza. A skandináv lotton a 68 darab hatos találat közel 312.000 forintot ér. A Jokeren 6 szerencsés gazdagodott 1.300.000 forinttal. A Luxorban a két darab teli találatos tulajdonosai több mint 4.198.000 forintot vihetnek haza. A Totón egy szerencsés találta el 13 meccs végeredményét. Nyereménye közel 4.760.000 forint. Az Eurojackpoton egy darab 5+2-es született. A tulajdonos bruttó több mint 63.248.000 euróval gazdagodott. Múlt heti szerencse szavunk a néptánc volt. Eheti helyes megfejtőnk dr. Jankó Zsófia budapesti játékosunk, aki a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 7 darab sorsjegycsomaggal gazdagodott 7000 forint értékben. Gratulálunk! Idén 10. alkalommal várták a Balaton partján a kolbászok rajongóit. A Fonyódi Kolbász Fesztivál pénteki megnyitója után azonnal meg is csodálhattuk a kolbászból készült alkotások kiállítását. Az évről évre egyre népszerűbb vetélkedőre igazán ötletes ételszoprokkal érkeztek a versenyzők. Egy szilveszteri városi rendezvényt szerveztünk, amikor egy helyi vállalkozó bejött, hogy felajánlana egy disznót, hogy vágjuk le, hogy a gyerekek, városi gyerekek ugye lássák, hogy milyen egy disznóvágás. És ezt behirdettük, és első alkalommal 50 csapat jelentkezett, úgyhogy nem arról szólt, hanem akkor már húst kellett venni, és egy ilyen baráti buliból indult az egész. Az általános iskolás gyerekek szabadidejükben szoktak ilyen szobrot csinálni, ezt hét elején megveszünk nekik a kolbász szalonnát, és abból csinálnak hajót, kilátót, Balatont, nagyon sok mindent. Mivel gyerekekről van szó, így mindenki kapott díjat. Kettő verseny van, van a hagyományos kolbásztöltő verseny a szombati napon. Ott 32 csapat méri össze tudását, baráti társaságok, cégek, illetve van a vasárnapi nap, ott pedig megcsináltuk a balatoni kolbásztöltő bajnokságot, ahol viszont önkormányzatok és polgármesterek töltik a kolbászt.
Találkoztam szilvalekváros kolbásszal, találkoztam grillkolbásszal, konyakos kolbásszal, volt, aki viszkit tett bele, illetve az önkormányzat töltött, a fonyódi önkormányzat 4-5 évvel ezelőtt narancsos kolbász. Szerintem a tökéletes kolbász, amikor nincsen túl bonyolítva, tehát a hagyományos fűszer fokhagyma, paprika, sóbors, kömény. Mindig a legegyszerűbb. Második szerencsés játékosunk, Marci már itt is van velünk, üdvözlöm Marci. Jó napot kívánok. Felkészült a játékra? Igen. Lili, indíts az órát. Indítom. 29 éve február 14-én fotót készített a naprendszerről a Voyager 1 űrszonda. A Föld a naptól számított hanyadik bolygó a naprendszerben, a harmadik vagy a negyedik? Harmadik. Egy jó válasz. Melyik épületet tartják Fonyódon az örök szerelem házának, a Boros kastélyt vagy a Kriptavillát? Kriptavillát. Két jó válasz. Mióta lehet telefonon vagy interneten is fogadni az ötös lottóra? 1997 vagy 2007 óta? 97. Három jó válasz. Mekkora a maximális nyeremény az 5 percenként sorsolt puttójátékban? Másfél vagy 12,5 millió forint? Az utóbbi. 12,5 millió forint, így van. Mondjon legalább két fonyódi kilátót. Kilátó. Hát a kettőnek is van a nevében a hegy szó. A Sipos-hegyi, meg a Várhegyi kilátó. Tökéletes, illetve meg a Valkó kilátó is lett volna. Egy helyi biztos tudja a kilátókat. Gratulálok az öt jó válaszhoz, nagyon ügyes volt, Marci. Gratulálunk, ez minden zömér. Most pedig térjünk vissza a szerencse szóhoz. Mai megfejtésünk a tisztára mosott, bélbe töltött darált hús, szalonna és fűszerek keveréke. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ez alkalommal 10 darab sorsjegycsomagját játszhatnak. Mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. A jó válasz címükkel együtt vasárnap éjfélig küldjék el nekünk a szerencsehíradókokat szerencsejáték.hu e-mail címre. A szerencseszombat februári sztárvendége Újvári Zoltán Zola. Az énekes New Level Empire nevű zenekarával sikert sikerre halmoz. Ezekről a szerencsés történetekről kérdeztük Zolát. A február érdekes módon most már az elmúlt pár év tendenciája alapján mindig egy ilyen aktív hónap, a január-február-március, hiszen nem koncertszezonról van szó, az ember ösztönösen arra gondol, hogy ilyenkor egy zenekar vagy zenész, az alapvetően pihenő pályán van, és ilyen nagy lávlogatások vannak, na hát nem ez van. A nyár ilyen szememből sokkal lazább, mert akkor csak megyünk, koncertezünk, és tök jó. Ilyenkor viszont rengeteg a munka. És évről évre az a tapasztalat most már, hogy mindig van új projekt, amit dolgozni kell, dolgozni érdemes, és igazából most nem is olyan régen, ugye tavaly évvégén jött ki egy új dalunk, ez a Megtörténtünk, illetve ebben az évben felkértek minket a Budapest dal megírására, úgyhogy most mi csatlakoztunk több neves előadóval, hogy elkészítsük Budapest város dalát, ami idén ugye az évben összekapcsolódik a sporttal. A szerencsével való kapcsolatom az egy érdekes dolog, mert minden ember hisz valamiben. Most nap mindegy, hogy vallásról beszélgetünk, spirituális dologról beszélgetünk, karmáról beszélgetünk. Én olyan dologban hiszek, amik lehet, hogy picit inkább a spirituális dolgokhoz van közel. Én például hiszek a vonzás törvényében, és én hiszek bizonyos karmikus erőkben, dolgokban. Próbálok úgy élni most már nagyon régóta egyébként, lehet, hogy most már tudatosan, nem csak ösztönösen, hogy az ember valamiféle tudja, hogy van egy út, amit az ember, még hogyha sok úttal is választ ki valamit, azok a dolgoknak a végcélja meg van írva, és igazából neked választási lehetőségeid vannak, de az, hogy te melyik utat választod, az lehet, hogy nem is rajtad múlik, hanem valamiféle külső erő befolyásol. Nem akarok elmenni ilyenbe, de az a lényeg, hogy valamiféle karmikus erőben mindenképpen hiszek egyébként, és van egy kis számmisztika mániám is. Ugye 8-as szám nálunk az én családomban is, meg a feleségemnél is érdekes módon nagyon intenzíven előtérben van, úgyhogy ebben mindenképpen hiszek. A szerencsében pedig érdekes módon nem így fogalmazom meg, hogy a szerencse, mert ha én most nyernék a lottón, akkor azt nem azt mondanám, hogy mekkora mázlim van, hanem azt mondanám, hogy figyelj, ez valamiért biztos jókkal történik. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu weboldalon. A Szerencsejáték ZRT-t követhetik a közösségi oldalakon, a Facebookon, Instagramon és YouTube-on. Találkozzunk a jövő héten is, legyenek szerencsések addig is, viszontlátásra! Viszontlátásra!